Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! A Szociális Bizottság 2018. június 18-án tartotta a rendesülését, 8 napi, napi rendi pontban tárgyaltunk. Első napi rendi pontunk volt a bábolnai százszor szép ovoda és bölcsöde munkájáról szóló beszámoló. A vendégünk volt intézményvezető asszony, aki elmondta, hogy egy sikeres és nagyon gazdag... Ö szakmai és programokban is gazdag évet zárhatunk. Tavaly évben lezárult az óvodát érintő pályázat, megújult a kis óvoda. A nagy új hatodik csoport indulhatott szeptembertől élesben, és a, egy iskola előkészítő nagy csoport kapott helyet, és kapott helyet a hatodik csoportban. Ő közülük mindenki iskolás lesz szeptembertől. Az óvoda beszámolóját elfogadásra javasoljuk. Második napi rendi pontunk volt a Bábolnai általános iskola munkájáról szóló beszámoló. Vendégünk volt igazgatóasszony Bajcsaini Hajagos Ildikó, aki nagyon kimerítő részletes beszámolót adott az iskoláról, ahol ugye ő egy éve vezeti az intézményt, igazgatóváltás történt. Ők is egy nagyon nehéz évet zárhatnak ö, ö, unius végén a mulasztásokról, iskola kerülésekről folytattunk szót a igazgatóasszonynal. A beszámolót elfogadásra javasoljuk. Hármas napi rendi pontunk volt a Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója. Itt volt igazgató úr, aki elmondta, hogy ők is egy nagyon szorgos évet zárnak sok fellépéssel, mind a, mind a, a, mind a hangszeres, mint pedig a csoportos tanszakoknál. Tanszakokat illetően várják a jelentkezőket. Az, is, az óvodában is voltak az idén kétszer. Hangszer simogatóval a gyerekeknek nagyon tetszett ez a próbálkozás, és szeretettel várják az új diákokat szeptembertől. A beszámolót elfogadással javasoljuk. Negyedik napi rendi pontunk volt a Bábolnai Sport Egyesület beszámolója, amelyet szintén elfogadásra javasoltunk. Ötödik napi rendi pontunk volt a Bábolna Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetői álláspályázat elbírálása. A pályázatra egy pályázó pályázat a jelenlegi ügyvezető, Hantos Péter, akinek a pályázatát elfogadásra javasoljuk a testületnek. Hatodik napi rendi pontunk a térségi együttműködés a Bakonyaljától Dunáig ösztöndi pályázat. Ez egy új FOP-os pályázat, amelynek részeként ö, szociális alapon ö, kaphatnak ösztöndíjat ö, középiskolás diákok. 800 millió forintot ö, ö, nyert a, a önkormányzat, és a Petko iskolában szeretnénk ösztöndíjat javasolni, mégpedig szociális alapon, illetve tanulmányi kritériumai is vannak ennek a pályázatnak. Ez azt jelenti, hogy két diák számára havi 20 ezer forintos támogatást biztosíthatnánk. A bizottságunk javasolja a pályázathoz való csatlakozást és részvételt. Hetedik napi rendi pontunk pályázati írása a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői tisztségére. Öt évenként, ö, öt évenként ö, írjuk ki újra a intézményvezetői pályázatot, ismételt 5 öt év a pályázat ö, ö, tartalma megegyezik az eddigiekkel, elfogadásra javasoltuk a képviselőtestületnek. Nyolcadik egyebek napi rendi pontban pedig továbbképzési és beiskolázási tervet tárgyaltunk a művelődési központ részére. Kötelező feladata ez a művelődési központnak, egyéves beiskolázási és öt éves továbbképzési tervet kellett kötelezően elkészíteniük, javasoltuk a tervek elfogadását. Zárt ülés keretében segélykerelmek elbírálására került sor, mint azt biztosan önök is tudják. A legutóbbi nagy esőzés kapcsán Farkaskuton több lakás is beázott, bejutott a lakásokba a víz, nagyon nagy károk keletkeztek. Polgármester is az önkormányzat is kezdettől fogva próbálja segíteni és segíti a lakosokat. Most is segélyekkel, segélyek odaítélésével, illetve berendezési tárgyakkal és mindenféle más módon, ami, amit csak kértek tőlünk, a lakók próbálunk segíteni. Önök is tudnak még segíteni, a családsegítő szolgálatnál kell érdeklődni, bútorokkal, élelmiszerrel, ezt ott elmondják önöknek, ha tudnak, segítsenek. Valamint élelmiszer segélykérelmek érkeztek még hozzánk, amelyeket mind támogatni tudtunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, további szép napot kívánok!